Kolonics Klára szoprán énekesnő vagyok, és egy különleges dalestre szeretném invitálni a nézőket. Zsoldos Bálint zongoraművész kollégámmal április 7-én a Budapest Music Centerben Liszt dalokból összeállított műsort adunk elő. Ennek az a különlegessége, hogy a maga teljességében ritkán szokták Liszt dalait egyszerre bemutatni. Vannak nagy slágerek, vannak olyan részletek, amit mindenki ismer. Különlegesen arra gondolok, hogy zongoradarabok dal átiratait talán mindenki ismeri, de azt kevesen tudják, hogy Liszt maga egy ilyen mini operaszerző volt egyben. Ő vezényelt is operát, Richard Wagner műveit ő mutatta be, és ugye családi viszonyban is álltak egymással, de a német dal romantikának a kereteit ő egészen szétfeszítette, és a dalai egyben szinte opera jelenetekként értelmezhetőek, de van neki egy intimebb arca, a francia dalok. Ugye köztudat, hogy szívében a francia nőké volt az elsőbség, ezért a Marie Dagouval átélt nagy szerelemnek az élményéből rengeteg csodálatos francia dal született. Ezek a dalok intimebbek, és érdekes megfigyelni, hogy a nyelv a keményebb németből az olvadó franciára mennyire átjárja ezeket a dalokat. De ugyanakkor vannak olasz nyelvű dalai, amik szinte bellini opera áriákként értelmezhetőek, ugyanolyan kitárulkozóak, mint mondjuk a Norma vagy a puritáni énekszólamai, és van egy titokzatos énje, ez pedig egy angol dal, ami egészen Benjamin Brittenig vezet el minket, és van egy magyar dal, amit magyar nyelvre is írt, ami a verbunkos hagyományt vetíti elő. Ezt a maga teljességében szinte felfoghatatlan életművet szeretnénk Bálinttal bemutatni, és megmutatni, hogy Lisztnek a vokális költészete sokkal nagyobb elismerésre tart számot, mint azt manapság gondoljuk. Orosz nyelvű dal nem szerepel a repertoárunkban, de az köztudott, hogy Liszt nagyon bensőséges kapcsolatot ápolt Csajkovszkijjal, és ezért a Tavaszi Fesztivál következő programjaiból szeretnék három különlegeset ajánlani önöknek, amiben orosz zeneszerzők és kifejezetten Csajkovszki művek is hallhatóak. Az első Jurij Bashmet világhírű brácsa művész és a mostvai szólisták koncertje, ahol Csajkovszki mellett Prokofjev, Sosztákovics és Snitke művei is elhangzanak, majd pedig Vareli Gergiev és a Mariinszkij Teátr művészeivel, zenekarral, szólistával, kór és a Magyar Nemzeti Énekkarral szeretném ajánlani Csajkovszki Jolánta című operájának koncertszerű előadását. És a harmadik különleges szívemnek nagyon kedves előadó Schneidberger Ferenc, korunk egyik legkiválóbb gitárművésze, aki különleges szólóesttel örvendezteti meg a hallgatókat.